Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök Itthon Otthon című magazin műsorunkat látják. Mai első vendégünk egyfajta évértékelőre, Szolá Tibor polgármester úr. Nagyon sok szeretettel köszöntöm, polgármester úr. És hát akkor kezdjük is a 2017-es esztendő. Ugye mi ezeket az évértékelő beszélgetéseket már jó néhány éve úgy kezdjük, hogy hát egyfajta folyamatnak éppen aktuális állomása, hogyan is zajlott, miként is folyt az adott aktuális évben, hiszen nagyon sokszor elmondtuk, hogy nagyon sok esetben folyamatokról, egymásra épülő folyamatokról van szó. E tekintetben mit hozott a 2017-es esztendő? Erről egy picit bővebben beszéljünk, és talán vegyük előre azt az 500 éves jubileumi alkalmat, amit a reformáció fél évszázados jubileuma jelentett, hiszen e tekintetben ehhez kapcsolódóan is nagyon sok mindennel gyarapodott a város. De először is mindenkinek boldog új évet kívánok. Így most ezen a beszélgetésen is keresztül. Igen, és azt gondolom, hogy mielőtt ebbe belemennénk mélyebben, ugye, hogyha azt mondjuk, hogy évről évre arról beszéltünk, hogy milyen lépéseket teszünk a városban, akkor érdemes egy picit talán távolabb lépni ettől az egész folyamattól, és azt a kijelentésüket megvizsgálni, amit nem én jelentettem ki, hanem amikor valamikor együtt elkezdtük a városfejlesztési koncepciót kialakítani, ahol mondhatjuk azt, hogy több százan részt vettek még az előző ciklusban, akkor megfogalmazott egy olyan cél a városban, hogy ne jelentsen versenyhátrányt hagyományállásra megszületni, hagyományálláson iskolában vagy intézményekbe, vagy iskolába járni, majd akár családot alapítani. Ez egy olyan távlatos cél, aminek szerintem sose tudunk a végére érni, hiszen mindig van hová fejlődni. De hogyha ezen a szemegen keresztül nézzük az elmúlt 7 évet, akkor szerintem sok szép eredmény van, és hogyha ennek a tükrében nézzük, akkor azt gondolom, hogy talán sok minden másképpen érthető. Hiszen, hogyha megnézzük, és amit most mondok, az azért mondom így el, mert én senkit nem akarok megbántani. Nem lenézni akarom azt, hogy milyen stádiumban volt a település 2010-ben, de azt gondolom, hogy ha 2010-ig visszagondolunk, akkor tulajdonképpen az volt az az időszak, amikor már az elektromos számláinkat sem tudtuk itthon elintézni, hanem Nyíregyházára kellett elmenni, és vagy bejutottunk az ügyfélszolgálatba, vagy nem. Gyakorlatilag az a városias funkció, amitől egy város-város, a szép lassan évtizedek alatt kiüresedett. Hiszen azok a városias funkciók elmentek, és akár egy közjegyző, vagy földhivatali ügyintézés, és azok a városias dolgok, amitől egyébként városnak érezhetnénk magunkat, hogy nem kell mindenért elmenni, azok azért javarészt elköltöztek a városból. És én azt gondolom, hogy az elmúlt időszaknak ez egy nagyon fontos paradigma váltása. Ehhez kellett egyébként egy kormányzati logikai váltás is, hogy létrejöttek a járások. Ebben a járási logikában sikerült elérni, hogy a hajdunánás önálló járásszékhely lett, járássá vált, és ez nem volt azért ilyen evidencia, hiszen nagyon sokan másképp gondolták ezt, de sikerült Tánást egy székely településé tenni, és azzal, hogy a járási hivatal megalakult, gyakorlatilag egy sor olyan funkció jön vissza kormányzati logika útján is, másrészt pedig az önkormányzat tevékenysége kapcsán is egy sor olyan szolgáltatás és egyéb városias funkció szép lassan visszatelepül a településre, és ez szerintem nagyon fontos. És ahogyha a fejlesztéseket mellé tesszük, és a fejlesztésnek a logikáját is megpróbáljuk megérteni, akkor azt láthatjuk, hogy azzal kezdtük, hogy az intézményeinket elkezdtük felújítani, elkezdtük 20. századivá, majd, ha lehet ilyet mondani, talán próbáljuk meg 21. századivá gondolni őket, de talán elégedjünk meg azzal, hogy fölzárkóztunk ezekkel az intézményekkel. Nem mondom, hogy minden intézmény tökéletesen föl van újítva, de az intézményeink jelentős részét sikerült úgy felújítani, hogy sok hosszas lemaradást tudtunk ezzel bepótolni. Mi volt a logikája? A logikája az volt, hogy egyrésztről normális feltételek mellett tudjanak a gyerekeink épülni, tanulni. Másrésztről, ha lehet, ezeknek az épületeknek a fenntartási költségei azok jobban finanszírozhatóak legyenek, vagyis hogy kevesebbe kerüljön a fenntartás, mint hogy ez korábban volt. Ugye ezt a folyamatot próbáljuk továbbvinni, hiszen van egy sor olyan intézményünk még, amire rászorul ez a felújítás. Ezt az oktatási intézményekkel kezdtük, ugyanígy az egészségügyi ellátás is. És itt egy pillanatra érdemes megállni. Akkor, amikor megkérdezik az embereket, hogy milyen szükségleteik vannak, és ez egy kutatás, azt hiszem, hogy Maslow piramisnak hívják, akkor általában
a biztonsághoz való viszonyt helyezik előtérbe, az egészséghez való viszonyt helyezik előtérbe, és nyilván a megélhetés. Ezt a hármat szokták először felsorolni. És ha megnézzük ebből a szemszögből is a városnak az elmúlt éveinek a folyamatait, akkor én azt tudom mondani, bár a biztonságérzet mindig szubjektív, mert lehet egyébként nagy biztonság egy településen vagy egy közösségben, ha például valaki ezt nem úgy éli meg, akkor ő mondhatja azt, hogy ő azt másképp éli. De hogyha objektívek vagyunk, én láttam, hogy honnan indultunk, és látom azt, hogy most hol tartunk, arról tudok beszámolni, hogy nagyon jelentős fejlődés van közbiztonság területén a településen, és ebben nagyon sok adat is alátámasztja. Hozzá kell tenni, hogy az adatokkal én mindig óvatosan bánok, mert láttunk már olyat, hogy nagyon jó adataink voltak, ehhez képest a szubjektív biztonsági érzete a településen élőknek meg egészen más volt. Én azt gondolom, hogy sikerült egy sor olyan fejlesztést megcsinálni, itt a sokszor nagy vitát kiváltó térfigyelő kamerarendszer is azt gondolom, hogy fontos szerepet játszott. Szerintem fontos szerepet játszott az új kapitányságnak a megépülése. Mindenféleképpen. Ez egy picit jelképé is vált, szerintem ez a hajnalási rendőrségnek a megújulását is hozta. Én azt gondolom, hogy jó az együttműködés az önkormányzat és a rendőrség között. Nagyon fontos, hogy megerősítettük a polgárőrséget. És én azt gondolom, hogy a közbiztonság területén egy fontos lépést tettünk. Ugyanezt tudom mondani az egészségügy területén is. Az egészségügy területén is sikerült az épületet tovább korszerűsíteni. Akkor, amikor nem voltak fejlesztési források, 40 millió forintból áldozott az önkormányzat arra, hogy műszerfejlesztéseket tudjunk megvalósítani, mert valóban olyan műszerek voltak itt, amelyek nem voltak, vagy nem voltak a csúcsot, mondjuk ezt, és nem akarok senkit megbántani vele. Fontos fejlesztéseket csináltunk. Olyan egészségügyi szolgáltatásokat hoztunk ide, amely korábban nem volt, és tulajdonképpen most meg azért dolgozunk, és ez már a 2018-at fogja érinteni, hogy egy olyan gyermekcentrum jöjjön létre a tüdőgondozó épületében. A tüdőgondozó beköltözik a városi rendelőintézetbe, amely egyébként valóban méltó a 20. század végéhez, a 21. század elejéhez. Ennyit az egészségügyről, és ugye egy fontos dolog, ne feledkezzünk meg, közben ma a hajdanánási lakosok gyakorlatilag ingyenesen vehetik igénybe a gyógyászati kezelést, ami egyébként nagyon fontos lehetőség. Itt a fürdőben. Így van. Nagyon fontos lehetőség arra, hogy preventíve próbáljunk meggondolkodni, és mondjuk azzal, hogy egy picit foglalkozik magával, kimegy, igénybe veszi ezeket a gyógyászati kezeléseket, már is sokat tudunk tenni a saját egészségünknek a megóvásáért. Mondom én, egyébként mondom, de sajnos én sem veszem ezt igénybe, de én tényleg mindenkit arra biztatom, hogy használjuk ki ezt a lehetőséget, kevés helyen van ez így. Ha már itt tartunk, én ugyan igaz, hogy a reformációval kezdtem, de akkor maradjunk ennél a majdnem 8 éves ciklusra való visszatekintésre, tehát hogy az építkezés kezdetétől 2017-ig, és ugye itt ezt az ingyenes gyógykezelést említette a polgármester. Van erről? Bocsánat, nem ingyenes, mert kedvezményes. Ez a lakosok számára költség ingyenes, de a település ezt megfizeti. Mert ezt így értettem, tehát hogy az igénybevevők számára, hogy van erre valamiféle fajta visszajelzésük, hogy ezt mennyire értékelik az emberek? Tehát az itt lakók. Beszélgetések, most nem feltétlenül kérdőjéves felmérésre gondolok, hanem tehát ugye a hétköznapok során visszajön ez beszélgetések során, mert azért ez egy óriási dolog. Én azt gondolom, hogy sokfélék vagyunk, sokféleképpen gondolkodunk. Én jobban örülnék annak, ha még többen mennénk igénybe. Én azt a dinamikus fejlődést látom az igénybevételek számában, hogy ha ez dinamikusan fejlődik, akkor ez azt jelenti, hogy a város, a lakosságnak egy része szereti és igénybe is veszi. Jó lenne, ha minél szélesebb kör venné igénybe. Ugye azt tudni kell, hogy egy évben egy magyar állampolgár 2x15 kezelést vehet igénybe. Ennyit lehet kiíratni neki kedvezményesen, és ugye ehhez adja most az önkormányzat a kiegészítő támogatást. Így most tulajdonképpen hajnalási állandó és ideiglenes lakcímmel rendelkezők számára ezt tulajdonképpen ingyenesen vehető igénybe. Én úgy érzékelem, hogy ez dinamikusan fejlődik. Eljutottunk odáig, hogy már nyári időszakban nem is tudjuk biztosítani, mert nyári időszakon akkora a kereslet. Ha jól tudom, most új iszap fertőtlenítőt kellett vásárolni, mert bővíteni kell a gyógyászati kapacitást is. Ez azt jelenti, hogy szép lassan feszegetjük azokat a határokat, amit azért kellett egyébként elindítani, ezt megint ne felejtsük el, hogy felépítettünk egy gyógyászati szárnyat,
Csak az nem nagyon volt kitalálva, hogy honnan lesznek ebben vendégek szálloda nélkül. Mert ugye egy gyógyászat szálloda nélkül az azt jelenti, hogy csak a helyi, vagy a közelben lévő emberek számára tud szolgáltatást nyújtani. És még egy fontos dolog, hogy most már nem csak a hanyalási emberek veszik ezt így igénybe, hanem a környező települések is kezdenek rászokni, hiszen ugyanezt a szolgáltatást, mint amit mi biztosítunk a nánásiak számára, a hatházi nyugdíjasok számára is biztosítja bizonyos kontingensek között a hatházi önkormányzat, és ha jól tudom, akkor a tiszalöki önkormányzat is gondolkodik ezen, illetve már talán el is indult. Én remélem, hogy ez egy picit megmozgatja a környező települések fantáziáját. Tehát akkor már nem csak kizárólag Hajdúszoboszló a piacvezető, illetve hát a piac... Hajdúszoboszló még nagyon sokáig piacvezető lesz. De, mi azt gondoljuk, hogy próbálunk egy olyan teret kihasználni, amiben van mozgásterünk, és szerintem ez egy helyes lépés volt. No, tehát ugye 2017-ig nagyjából ugye ezek voltak azok a dolgok, amit ugye szép, lassan, mondjuk azt, hogy fogaskerekek egymásba illeszkedve szépen fejlődtek, vagy pedig kezdett felnőni, felcseperedni, lombosodni az a fa. És hogy ne csak jót mondjak, hogy azt mondtam, hogy három ilyen fontos igényt fogalmaznak meg, a harmadik az a gazdasági, a megélhetés, és az, hogy a mindennapok... És ami az alapja egyébként. Így van, ez egy fontos dolog. Ugye ott megint abból tudunk indulni, hogy 10%, bő 10% fölött volt a munkanélküliség akkor, amikor elkezdtük ezt a időszakot tervezni, és akkor az önkormányzat, mi nem láttunk ott más lehetőséget, azt láttuk, hogy azonnal is gyors segítségre van szükség, és alternatívát kell nyújtani a segélyből éléshez képest. És tulajdonképpen ekkor elkezdtük a közfoglalkoztatási programot fölfuttatni, valamikor 2014 tájéken 1000 fölött volt a közfoglalkoztatási program. Most adtuk le a napokban a 2018 évi közfoglalkoztatási program tervet, ez már 400 környékén tart. Tehát már 500 fő alatt. Bőven 500 fő alatt van. Ez ugye két dolgot jelent. Egy egészen más munkapiaci szituáció van, mint 2010-11 környékén volt. Lényegesen kisebb a munkanélküliség, és van egy nagyon komoly elszívó hatás az elsőleges munkaerőpiac irányából. Tulajdonképpen azt a feladatot, amit az önkormányzat akkor be tudott tölteni, hogy munkaképes állapotban tartani, és a segélyhez, az a 20 pár ezer forinthoz képest egy alternatívát biztosítani, azt a munkát elvégeztük. Nagyon sok forrásba került az önkormányzat számára ez, de én azt gondolom, hogy mi, és érteni kell az idők szavát, megváltozott a helyzet. Nekünk most nem lehet az a célunk, hogy mondjuk elkezdünk rivalizálni az elsőleges munkaerőpiacra. Tudomásul kell venni, hogy új helyzet van. Lényegesen kisebb közfoglalkoztatási programokat kell indítani, és azok a közfoglalkoztatási programok, amik egyébként meg tudnak piaci alapon állni, azt meg a Szociális Szövetkezet révén piaci alapra kell tenni úgy, hogy az önkormányzatnak ez ne kelljen folyamatosan forrásokat biztosítani, mert nyilván erre az önkormányzatnak egyébként hosszú távon nincs lehetősége. Olyan érdekes ez a foglalkoztatási téma, hiszen nagyon sok ember benne ragad ebben a közfoglalkoztatási programban, egész egyszerűen életkora, iskolai végzettség és egyéb okok folytán. Olyan sokszor hallja az ember azt, hogy nincs itt semmi, mert az önkormányzat nem csinál semmit, nem teremt munkahelyet. És ez már nagyon régi dolog, hogy tulajdonképpen az önkormányzatnak úgymond a nem kötelessége, csak lehetősége van arra, hogy valamilyen formában ezeket a munkahely lehetőségeket megteremtse. De nem feltétlenül egyes számú foglalkoztatóként kell jelen lennie mondjuk egy településen, bár ilyen is van. Igen, szerencsére mi nem vagyunk ebbe a helyzetbe, és nem is lenne szerencsés. Az az időszak, amikor ebben nagyon sok energiát és nagyon sok pénzt tettünk bele, akkor még egyszer jelzem, hogy egészen más munkaerőpiaci helyzet volt, bőven 10% fölött volt a munkanélküliség aránya a településen. Most egy új szituáció van, és szerintem az egy fontos dolog, hogy érzékeljük a változást. Sajnos én, amiről a szerkesztőasszony beszélt, azt én érzékelem. Ugye most sorra történik olyan ajánlattétel, hogy mondjuk valaki keres nálunk 70-80 ezer forintot közfoglalkoztatásba, és kap egy 160 ezer forintos ajánlatot, és nem fogadják el. Ugye azt mondják egy páran, hogy persze, mert ott dolgozni is kell. Na de ez azt gondolom, hogy ez sok mindent elmond. Ezért hosszú távon én azt gondolom, hogyha ez a munkaerőpiaci helyzet fönn fog állni, ez a szívó hatása meg lesz, akkor nekünk szép lassan összép kell szednünk a sátorfánkat,
és valóban csak azoknak szabad benne maradni a közfoglalkoztatási programba, akik életkoruknál fogva, vagy egészségi állapotuknál, vagy valamilyen mentális állapotuknál fogva, vagy egyáltalán a képességeiknél fogva, nem tudják az elsőleges munkaerőpiacon megállni a helyüket. És azt gondolom, hogy ez az időszak, ez most történik, és valóban van egy ilyen pici belekényelmesedés ebbe. Én mindenkit arra biztatok, hogy menjen az elsőleges munkaerőpiacra, mert sokkal jobb 160 ezer forintért dolgozni, vagy 200 ezer forintért, mint mondjuk 70-80 ezer forintért. Ez egészen biztos, és sokkal biztonságosan megélhetést tud biztosítani a családja számára is. Igen, de hát ugye ez is kétféle múlik, de most ez végül is nem a mi feladatunk, a témánk, hogy most erről bővebben beszéljük, bár éppenséggel megérne majd egy-egy ilyen beszélgetést, hogy ki milyen okok miatt vállal vagy nem vállal munkát a nyílt munkaerőpiacon, tehát ez is egy érdekes dolog lehet. De haladjunk tovább, hiszen a megélhetés, tehát ugye ez mondjuk középkorosztály, idősebb korosztály, de ugye a felnövekvő korosztályra gondolva itt azért nagyon sok minden azért történik, hogy akik majd utánunk következnek, azoknak legyen olyan lehetősége, hogy tényleg ne jelentsen hátrányt ide születni, itt iskolába járni, és ne talántán itt munkát vállalni. De ugye etéren is történt azért egy-két dolog 2017-ben. Ugye ezt jól megalapozta 2016, amikor elnyertük az ifjúságbarát önkormányzati címet. És én azt gondolom, hogy ez egy fontos jelzés volt, hiszen én azt gondolom, hogyha valaki, és ez legyen egy település, egy közösség, a jövőben gondolkodik, akkor a fiatalokban kell gondolkodnia, a fiatalokban is kell gondolkodnia. Szerintem ezt kezdtük el szerbe számba szedni, és amikor beadtuk ezt a pályázatot, tulajdonképpen nem kellett más tennünk, mint az elmúlt időszaknak, az akkori elmúlt időszaknak a tevékenységeit kellett összerakni, és ezt értékelte a zsűri. És most arra tudok beszámolni, hogy 2017-ben fontos történések voltak, hiszen volt egy gyermekifjúsági önkormányzati választás, és tulajdonképpen elindult, mondjuk azt, hogy ez egy játék. Egy játék arra, hogy komolyabban vegyék az utánunk jövő generációk azt, hogy nekik ebben feladatuk van. És igenis, ez egy belátható időn belüli feladat lehet a számukra. Ma még játékosan, de én abban bízom, hogy eltelik pár év, és ezekből a tetterős fiatal hölgyekből és urakból olyan emberek, olyan nánási polgárok válnak, akik akarnak és tudnak is tenni ennek a közösségnek a jövője szempontjából. Ez szerintem egy fontos periódusa volt ennek a 2017-es évben. Egyetlen egy kérdés, tehát ugye ez valamikor a nyár folyamán alakult meg ez az ifjúsági önkormányzat. Most év végén volt egy közös önkormányzati ülés, tehát az ifjúsági és a városi képviselőtestülettel együttesen. Mi a tapasztalat? Mi volt a tapasztalat, hogy mennyire haladtak előre ezek a fiatalok, miről tudunk beszámolni, hogy ez a fél év mire volt nekik elég? Én azt gondolom, hogy nagyon sokat fejlődtek. Ugye ők eközben képzésen vesznek részt, és maguk is próbálják megfogalmazni. Iskolába járnak egyébként. Közben iskolába járnak, emellett egy kis közösségé váltak. Úgy láttam, hogy ők törekednek arra, hogy valóban beteljesítsék azt, amire egyébként őket megválasztották. Én nagyon bízom benne, hogy ebben ezek a lépcsők, ezek az állomások, ezek fontosak az ő életükben is. És én ezért is tartottam fontosnak, hogy legyen egy olyan együttesülése a képviselőtestületek és a gyermekifjúsági önkormányzat képviselőtestületének, ahol jelzésértékűen jelezzük azt, hogy igen, mi komolyan vesszük azt, hogy ti vagytok. És én azt gondolom, hogy a 2018-as költségvetésben is szeretném, hogyha ez egy jelzésértékű lenne egy pici fejezet. Nem az összegszerűsége lesz a legfontosabb, hogy legyen egy fejezet, ami arról szól, hogy a hajdonási gyermekifjúsági önkormányzat számára lesz egy költségvetési sor, ami arról szól, hogy ezt ők álmodhatják meg, ők mondhatják meg, és ők tervezhetnek arról, hogy ezt mire szeretnék elkölteni. Na hát ez egy nagyon jó kezdeményezés, mert tényleg kíváncsian várjuk, hogy mi fog majd ebből kisülni. No, de volt egy másik elismerése is a városnak, ami szintén köthető ehhez a folyamathoz, hiszen az élhető település kategóriában ugye díjnyertes lett Hajdúnás városa. Fenntartható település kategóriában. Ugye ezek olyan jelzések, amik mondhatjuk azt, hogy talán egy picit olyanok vagyunk, mi magyarok, hogy amikor kívülről jön egy értékelés, azt valamiért fontosabbnak érezzük. Én nem tudom, hogy miért van így, de hogyha egy kicsit önmagunkban nézzük, akkor valamiért, legalábbis én, nekem a tapasztalatom az ez.
Az utóbbi időben jöttek ilyen-olyan értékelések, ez például jó értékelés volt, és tulajdonképpen itt megint egy országos versenyben tudtunk egy kategória győztesi címet elérni. Megint azt szeretném hangsúlyozni, hogy nem arról beszéltünk, hogy mi az, amit szeretnénk majd csinálni, és ezzel nyertük el a díjat, hanem azt írtuk, hogy mit csináltunk az elmúlt években abból a szempontból, hogy hogyan lehet egy település fenntartható. És ezt díjazták a zsűri tagjai. És én azt gondolom, hogy ez egy megint egy olyan jelzés. Nem, ettől nem változik meg a világnánáson, de számunkra, akik a város jövőjével, vagy a város jelenével foglalkozunk, az mégiscsak egy fontos visszajelzés, és a kollégák számára is, hogy az a nyom, az az út, amin haladunk, az külső szemlélők számára is azt a képet mutatja, hogy ezek pozitív, van értékelhető folyamatok, és ez szerintem egy fontos visszajelzés volt. És ennek azért vannak hozadékai is, mert például most ennek kapcsán megkaptuk a lehetőséget, hogy a repülőpávába például reklámozhattunk. Például ezek ilyen apró dolgok, de mondjuk például a repülőpáva az egyik legnézettebb televíziós műsor mostanság, és abban a fő műsoridőben a Hanyási gyógyfürdőt tudtuk reklámozni. És hát nyilván még egy sor ilyen hozadéka lehet. Ami azért nem kis dolog, meg hát ugye a Nálmási Portéka is valamilyen formában szerepet kapott ebben a műsorban, például háttér formájában. És hát ugye itt van a Nálmási Portéka, ami szintén egy olyan dolog, ami ebbe a folyamatban nagyon szépen beleilleszkedik. De tehát a városi húsbolt, ugye az is ugye a megélhetés, tehát ugye az alapokhoz tartozó dolog. Egy kollégám volt most nemrégiben egy olyan konferencián, ahol a fenntartható települések, a városoknak a fejlődése kapcsán azokat a tematikákat vették végig, hogy mik egy prosperáló településnek a jellemvonásai. És abban elég fontos helyen volt a stabilitás, az, hogy legyen egy jövőképe egy közösségnek. És ebben a tekintetben azt hiszem, hogy szerintem mi szerencsés település vagyunk. Hiszen olyan erős hagyományokkal, olyan tradíciókkal rendelkezünk, ez a hajdúságból, a hajdú öntudatunkból származik, ami egy nagyon erős értékrend, és én azt gondolom, hogy akkor járunk el helyesen, hogyha ehhez igazodunk vissza egy picit, és ebből a szemszögből vizsgálunk sok mindent. Én azt gondolom, hogy mezővárosban a munkatisztelete, a munkabecsülete mindig ott volt a legfontosabb értékek között. Na azt gondolom, hogy az elmúlt években erre törekedtünk, és ennek próbáljuk a tiszteletét visszaadni, a vidéki életformának az élhetőségét és a tiszteletét is. Mert én azt gondolom, hogy akkor, amikor azt mondjuk, hogy mi helyi alapanyagból, helyi élelmiszert állítunk elő jó minőségben, akkor ez annak a tisztelete, amit örököltünk az elődeinktől. Ebből a tekintetben valóban 2017-ben sok olyan elem alakult, ami ezt összességében befolyásol. Ebben például egy jó megjelenés volt, hogy elindult a hagyományos húsbolt, ennek a szociális szövetkezetnek a húsboltja. Én nagyon sok, nagyon pozitív visszajelzést kapok, nagyon finomak az áruk, egészen azok a régi ízek jönnek vissza, hiszen ez volt a cél. És tulajdonképpen arról tudok beszámolni, hogy 2017 év végére eljutottunk oda, hogy azok az elemek, amik lehetővé teszik, hogy ez egy rendszer szintű gazdasági társasággá váljon, még hogyha ilyen fura szövetkezete is van, mint szociális szövetkezet, azok az elemek szépen összeállnak. Évvégére elkészült az a vágóhíd, az a pici vágóhíd, ami ezt a kis szövetkezetet fogja kiszolgálni, javarészt. Annak a műszaki átadása történik most januárban. Ez azt jelenti, hogy szerintem az első negyed évben reményeink szerint be fog indulni, és gyakorlatilag azokat a állatokat fogja tudni fogadni, amit az önkormányzat előállít, illetve hogyha a város lakossága részéről is lesz ilyen igény, akkor azt is. Megnyertünk egy pályázatot, egy fókuszos pályázatot a szociális szövetkezet, ahol egyrésztről a húsüzemünknek a továbbfejlesztésére lesz lehetőségünk. A célunk az, hogy egy EU számmal rendelkező húsüzemet tudjunk működtetni, ami azt fogja jelenteni, hogy nem csak Debrecenben, vagy nem csak a környező településeken és Budapesten fogunk tudni értékesíteni, hanem elméletek bárhol a világon. Másrésztről én azt gondolom, hogy egy másik fontos elem az lesz, hogy most, hogyha átgondoljuk a közfoglalkoztatás 2018-ban, akkor a mezőgazdasági lába nagy valószínűséggel be tud lépni még ebbe a rendszerbe, és ez azt fogja jelenteni, hogy a
termőföldtől, a kereskedelmen keresztül egészen a fogyasztóknak az asztaláig tudjuk zárni azt a rendszert, ami valljuk be őszintén csak a legnagyobbaknak, a nagy multinacionális cégeknek szokott sikerülni. Mi ezt most piciben, eleméről elemére, szerintem nagyon költséghatékonyan, nagyon olcsón megcsinálva létrehozunk egy rendszert, Nánási Portéka címszó alatt, ami szerintem, hogyha ezek az elemek összeállnak, hozzá kell tennem, ebben nagyon sok munka van, és mivel nagyon sok embernek kell együttműködnie, ezért nagyon sok bizonytalanság is van benne, de sikerül jó színvonalon összeállítani, akkor egy olyan példát adhatunk akár az országban is, amikre szerintem nagyon sokan föl fogják kapni a fejüket. Akkor, ha jól értem, polgármester úr, tehát ugye itt a húsüzemben, Vágóhídon, amit levágnak majd jószágot, sertést, szarvasmarhát, juhot, kecskét, tudom pontosan? Itt csak sertést fogunk vágni. Csak sertést fognak vágni. Akkor azt jelenti, hogy a sertéseknek a takarmányát és egyebet mindent megtermelik a szociális szövetkezetben, vagy pedig a közfoglalkoztatási... Tehát, hogy a takarmányhó előállítás, akkor az saját... Ugye most a közfoglalkoztatási program keretei között van növénytermesztés és van állattenyésztés. Én azt gondolom, hogy jól átgondolva mind a kettőnek meg kell tudnia állni a saját lábán. Nem egyszerű dolog. Ez azt jelenti, hogy ezek bekerülhetnek a közfoglalkoztatási programból a szociális szövetkezetbe, a építő- és tartósítóipari szövetkezetbe, és tulajdonképpen onnantól, mint elsődleges munkaerőpiacon lévő munkatársak fognak tovább dolgozni, és tulajdonképpen ez a cél, hogy az önkormányzatnak ne kelljen további forrásokat beletenni ezekbe a közfoglalkoztatási, korábban közfoglalkoztatási programokba. Ez azt jelenteti, hogy tulajdonképpen a szociális szövetkezet egy elsődleges munkaerőpiacon lévő piaci alapú cég, neki meg kell termelni a bevételeiből azokat a kiadásokat, ami egy normális gazdasági társaság működésénél elvárható. Tehát takarmányfélét, zöldségféléket, tehát amit eddig is termesztettek egyébként a növénytermesztésben, az most egy az egyben belép a szociális szövetkezetbe. Belép a szociális szövetkezetbe, és ezeket a terméket egyrészt, ugye itt van a piac, mint felvevő hely, szeretnénk továbbra is biominőségű élelmiszer alapanyaggal és élelmiszer ellátni a várost, és szeretnénk kilépni a város határain túlra is, és valóban piaci alapon olyan helyekre értékesíteni ezeket a prémium kategóriájú termékeket, ahol ezt meg is tudják fizetni. Hát izgalmas dolog lesz, hát majd látjuk, hogy hogyan. Ez a 18-nak a 2018, hát évelején járunk, de hát azért van. Már a megalapozás az már gondolom. Így van, és ugye talán még egy rövid távú cél, 2018 első negyedévében, ha ez sikerül, akkor szeretnénk Debrecenben egy mintaboltot nyitni. Ez az első lépésünk. Nyilván Debrecen lehet a legracionálisabb, és hogyha ez sikeres lesz, akkor talán tudunk tovább lépni. Ez a Nánási Porték a termelők számára is jó híd lehet. No, hát ehhez nagyon sok siker, de lépjünk tovább a 2017-es évnek a fontosabb eseményei, és akkor talán most rátérhetnénk a reformáció kapcsán történt fejlesztésekre, hiszen nem csak egy hitbéli, vallásbéli dolgokról esett itt szó, hanem nagyon fontos a város fejlődése, fejlesztése, és hát ha így fogalmazunk, akkor a fiatalság itt tartása szempontjából is fontos dolgok történtek. Óvoda, tornaterem, gimnázium, megújult dísztermben hasonló dolgok. Tehát ezek mind fontos, fontos dolgok voltak. Ugye ez a ünnepség sorozat, ez a református közösségnek az ünnepség sorozata volt. Én 2010 év végén, amikor polgármester lettem, akkor én elmentem a történelmi egyházakhoz, és mindenhol azt mondtam, hogy én erőforrásként tekintek ezekre a közösségekre, és dolgozunk együtt, mert szerintem jobb együtt dolgozni, mint egymás ellenébe. És tulajdonképpen ez a folyamat zajlik az elmúlt években, ezért lehetett az most, hogy 2017-ben, amikor a 500 éves reformációs ünnepségsorozat volt, vagy van, vagy volt egész világon, Európában és Magyarországon is, akkor tulajdonképpen, bár ez egy közösségi, egy gyülekezeti ünnepségsorozat volt, mégis tudtunk együtt ünnepelni, és voltak olyan szép pillanatai ennek az ünnepségnek, amikor az önkormányzat és a református egyházközség közösen tudott együtt lenni, hiszen ebben az évben volt egy sor olyan alkalom, ami kifejezetten csak a református gyülekezetnek az alkalma volt, és volt olyan pillanat, amikor pedig a város gondolta azt, város vezetése, hogy az 500. évforduló az alkalom lehet arra,
hogy kifejezzük azt az elismerést, amit az elmúlt évszázadokban hajdonállás közössége kapott a református egyháztól, a református gyülekezettől. És gyakorlatilag ez egy szépen végig is kísérte az egész évet. Tehát ugye itt azért azt említsük meg még egyszer, mert azt gondolom, hogy nem árt, hogyha emlékezzünk rá, tehát ugye 2017 pünkösdjével kezdődött tulajdonképpen ez a nagyszabású ünnepségsorozat, amikor ugye megérkezett az új harang. Tehát ugye azért ez sem történik meg minden évtizedben, hanem úgy 70-80 vagy 100 éven. Nem tudom, hogy szerkesztőasszony, hogy látta, én örömmel láttam azt, hogy amikor ki volt állítva a haranga a főtéren, akkor nagyon sokan jöttek hogy föl, ne, és fényképezkedtek. Hiszen egy történelmi pillanat. Ezek a képek majd egyszer ott lesznek, hogyha már nem csak digitalizációban gondolkodunk, hanem hogy tényleg fizikális megfogható módon, ott lesznek azokban az albumokban, amire majd 10-20-30 év múlva lehet emlékezni, hogy 2017-ben volt egy ilyen pillanat. Nyilván egy számomra nagyon fontos, ehhez kapcsolódó ünnepség volt, amikor a nyáron a kazettás mennyezet átadása. Ugye amikor először megláthattuk, hát én megmondom őszintén, leültem, és csodáltam azt, hogy mennyire gyönyörűséges, mint hogyha tényleg oda teremtette volna a Jóisten abba a díszterembe, és hogy milyen szépen meg tudtuk újítani ezt a dísztermet közösen a gyülekezettel. És hát a ünnepség, amit meg mi gondoltunk az ajándékképpen, ugye az egyrésztről ebben a kazettás mennyezetben való részvételünk volt, másrészt az a kis Calvin szobor, amivel a gimnáziumot megajándékoztuk, illetve a gyülekezet kapott egy eredetihez hasonló módon készült Károli-féle Bibliát. Tehát azért mondjuk így, hogy ezzel 2017-tel itt részünkről zárult a reformáció, bár szerintem még 2018-ban... Ugye az 500. évforduló sokáig fog tartani, mert hogy, az, hogy a reformáció elkezdődött 1517-ben, és azért nagyon fontos állomásai voltak. Azt gondolom, hogy elég sok olyan kulturális esemény is történt, ami emlékezetes, tehát ugye itt megtörtént egy helytörténeti fasornak a felavatása, ami azt gondolom, igen, hogy az 2-3 év múlva az egy gyönyörű, szép kis tölgyfák lesznek, tehát azt gondolom, hogy nagyon, nagyon szép, meg hát... Ugye maga a gondolat szép, szerintem ez Buczko igazgató nagyon szépen eltalált, a képviselő úr, és ez egy szép szimbóluma lehet annak a fajta emlékállításnak, és hiszen mi lehet szebb, hogyha egy ilyen szép fa, ráadásul úgy, hogy még emellett van egy olyan gondolat is, hogy az előttünk járó nagyoknak tudjunk vele emléket állítani. Igen. Hiszen egyszerre két dolgot teszünk, egyrészt szépítjük a várost, fásítunk, másrészt pedig azoknak a előttünk járó értékeket felmutató elődöknek pedig emléket tudunk állítani. Így van, de hasonló módon azt gondolom, hogy nagyon lélekemelő megemlékezés volt a Hősi temetőnek a felújítása a december közepén. Tehát az is egy nagyon jelentős dolog volt, és hát ugye a katona hőseinkre való emlékező szintén. Az egy fontos dolog, hogy hogy állunk az előttünk járó nemzedékeknek az értékeihez, és én azt gondolom, hogy ez is egy ilyen érték, ami szerencsére most tőlünk nem követel meg az élet, vagy nem követel meg a haza, hogy mondjuk az életünket kell adni azért, hogy megvédjük, de szerintem az nagyon fontos, hogy hogyan emlékezünk ezekről a ősökről. Volt én nemrégében, hagyd meséljem, mert volt egy nagyon kedves telefonhívásom, és Hegedűs Géza bácsi hívott föl, hogy volt egy előadáson, és az első világháborús emlék művekről volt egy előadás, és egy teljesen ismeretlen, számára ismeretlen előadó arról beszélt, hogy Magyarországon a legszebb első világháborús emlék, na az pedig hajdonálláson van. És ugye itt álláson azért nagyon komoly tisztelete volt, hogy amikor a kisiskolások, vagy középiskolások, vagy egyáltalán valaki elment, ezt még Géza bácsi mesélte, a emlékmű előtt, akkor még ugye az első világháborús emlékmű előtt, akkor le kellett venni a sapkáját, megállt egy pillanatra, meghajtott esetleg a fejét, és úgy ment tovább, hiszen szinte nem volt olyan család a településen, akinek valaki valahol a nagyvilágban elhalt volna az első világháborús emlék. Tehát ez is még a 2017-es évnek a hozadéka volt, és hát tényleg gyönyörűen megújult ez a hősi parcella a temető bejáratánál. 17, ezzel együtt, amit most itt felsoroltunk, a sok tekintetben az előkészítés. Annak a munkának az ideje, amikor talán múltkor is ezt a hasonlatot használtam, amikor elvetjük a magot, és a magnak a gyökerei már benne vannak a talajba, a csirája már kezd látszani, de még maga
az, hogy mi lesz ebből a vagocskában, még nem látjuk. Ez a sok-sok munka, ami az elmúlt években elvégzésre került, az most kezd majd beérni, hiszen látjuk, hogy milyen pályázatokat nyertünk, meg milyen fejlesztések fognak megvalósulni, és ezek a fejlesztések az előttünk álló időszakban 2018-ban, 2019-ben javarészt meg is fognak tudni reményeink szerint valósulni. Egyet-kettőt ebből, polgármester úr, hiszen azt már tudjuk, hogy az Ady Endre lakótelep, lakópark ugye nagyon szépen meg fog újulni, vélhetően teljes egészében vagy átnyúlóan 2019-re, tehát ebben az évben ott már azért látványos fejlesztések történnek, de ezen túlmenően mire számíthatnak hajdonállás lakói, hogy mi minden történik, még csak tényleg felsorolás szintén? Ugye még talán 17-hez tartozik, nagyon csendben, de hogy zárul a szennyvíz pályázatunk. Ugye Tedej város részen kialakításra került a rendszer, maga a nyomóvezeték épül, kisközökbe, a korábban elmaradt kisközökbe kiépítésre került a szennyvízcsatorna. Ez egy fontos elem egyébként, ez 2018-ban fog befejeződni. Létre fog jönni az a kerékpárút rendszer, ami Hajdúdorogot fogja összekötni, a Hajdúdorogi fürdőt fogja összekötni a Hajdonási fürdővel, és még itt belül is lesz némi kerékpárútfejlesztés. Belvízelvezetésre nyertünk pályázat, hogy elég jelentős eleme lesz a 2018-as évnek. Járda felújításban a belügyminisztériumtól van egy pályázatunk, ez reményeink szerint itt a tavasz környékén ez akár megvalósításra is fog kerülni, és próbálok egy picit puskázni, és talán egy szívfájdalmamról is, ami remélem, hogy egyszer majd kinyílik, és be tudunk azon a kapun menni, nagyon nehezen akar kinyílni. Ugye itt gazdaságról beszéltünk, meg az, hogy mi lehet a szerepe egy önkormányzatnak a gazdaságfejlesztésbe. Ugye mi nyertünk a TOPOS, a térség operatív programból 500 millió forintot a General Electricnek a telephelyének a fejlesztésére. Nyilván ennek feltétele az, hogy az önkormányzat kezelésébe kell, hogy átkerüljön. Olyan, mint a tavasz időjárás. Hol nagyon boldog vagyok, ezért hol, már meg sem mertem kérdezni, mert hol, ez minden hol szomorú vagyok. Azért mondom, mert erről őszintén kell beszélni, mert ez nem azért nem beszélünk róla, mert hanem ez egy nagyon nehéz folyamat, nagyon türelmesnek kell lenni. Nagyon türelmesnek kell lennünk, de nagyon remélem, hogy a türelem az a közbondással élve rózsát terem. Én bízom benne, még mindig bízom benne nagyon, hogy ezt meg tudjuk tenni. Ez egy fontos lépés lenne, hiszen hogyha ezt a telepet meg tudjuk ott mozdítani, akkor 10 hektáron azért sok szép fejlesztésre lenne lehetőségünk. És hát van egy sor energetikai fejlesztésünk, az intézményeink tovább, gazdaságfejlesztés, piac tekintetében és más tekintetben is. És hát ne felejtsük el, ami egyébként nem ilyen jellegű fejlesztésre vonatkozik 2018-as évben, de mondjuk ugye a 2017 évben zajlott a munka, most van az átadás az első 16 lakásnak januárban, a Bocskai 79 kapcsán. 2018-ban reméljük, hogy a második 16 lakás is átadásra kerülhet, sőt a év végén jött a jó hír, hogy nyertünk a szemben lévő 98-as épületnek a rekonstrukcióra is. Ez azt jelenti, hogy ott tulajdonképpen mondhatjuk, hogy egy ilyen több rehabilitáció tud megtörténni. Szerintem ez egy fontos vívmány. És ugye sokat beszéltünk arról, hogy a mindennapi testnevelés miatt fontos lenne a sportinfrastruktúrának a fejlesztése. Az előbb nem beszéltünk róla, de valóban a Református Egyház egyrészt egy új óvodát épít és egy új tornatermet épít, és mi meg 2018-ban a mostani tudásom szerint közösen a női kézilabda egyesülettel gyakorlatilag meg tudjuk azt a közel 600 millió forintból azt a sportcsarnokot építeni, ami ide a Hunyadi utcai telekre épülhet. A mostani tudásunk szerint egy 600 férőhelyes rendezvénycsarnok, sportcsarnok tud megépülni. Az év végével azok az ígérvények, amit a társasági nyerességadóból ígértek, azok megérkeztek. Az a kiegészítés is, amit a kézilabda szövetség tudott mellé tenni. Így a mostani tudásom szerint minden esélyünk megvan arra, hogy 2018-ban elkezdődjön, és akár be is fejeződjön ez a beruházás is. És hozzá kell tennem, hogy még nagyon sok ilyet mondhatnék, de egy fontos dolgot szerettem volna végére mondani. Hogy ezek a beruházások fontosak. Mindegyik egy-egy lépés ahhoz a célhoz, amivel kezdtem, hogy egy picit élhető, fenntarthatóbb, szerethetőbb, és remélem, hogy szerethető település is tudunk lenni, legfőképpen a helyiek számára.
Hiszen mindig azt gondoljuk, és én ez nekem ez egy, és többször elmondtam már 2017-ben, de talán itt, amikor 2018 vagy egy új év van, akkor mindig fogadalmakat teszünk ki, erre fogadkozik ki arra. De én azt gondolom, hogy talán a fogadalmak mellett, mert azok fontosak, azért ne felejtsük el, hogy nem elég csak fogadni dolgokat, hanem azért tenni is kell. Az, hogy én azt gondolom, hogy az én fogadalmam talán az lehet, és ezért fogok dolgozni, remélem közösen minél több emberrel a városba, hogy közösen tegyük önmagunk számára is szerethetőbbé a települést. Lássuk meg a hibákat is, mert a hibákból lehet tanulni és lehet fejlődni, de tudjunk örülni azoknak a vívmányoknak is közösen, amit pedig közösen érünk el. Mert szerintem ez fontos, hiszen egy közösség, ha nem tud örülni az eredményeinek, akkor az sok mindenben hibázik, és ezt mi ezt a hibát ne kövessük el. Örüljünk az örömeinknek, és szerintem az előttünk lévő időszakban sok ilyen örömnek nézünk elébe, hogyha ezt közösen tudjuk kivívni, és közösen tudunk érte tenni, az meg különösképpen nagy öröm tud lenni egy közösség számára. Legyen így, polgármester úr, nagyon szépen köszönöm a kis összefoglaló tájékoztatót 2017-es évről, és hát valóban 2018-ban, ebben az évben nagyon-nagyon sok minden valósuljon meg, mindabból a nagyon sok szép már elnyert pályázatból, amik hát most már akkor úgy tűnik, hogy ebben az évben... És legyen elindulnak. Ez mindannyiunk örömére. És legyen mindannyiunk örömére. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen a lehetőséget.